Sziasztok, Skacó, Gulyás, András vagyok itt a YouTube csatornámon. 100 halombattáról bejelentkezve egy fantasztikus mérkőzéssel, amely hamarosan el fog kezdődni méghozzá. 100 halombatta LK és Vecsési FC. Ez egy fantasztikus mérkőzés lesz, mert Vecsés ellen legutóbb 1-0-ra kikapott 100 halombatta. Most meg itt az esély, itt a lehetőség, hogy visszavágjon és matematilag bennmaradjon, matematilag elhozza azokat a pontokat, amelyek kellenek. 100 halombattának 35 pontja van, Vecsésnek pedig 45 pontja. És mondom, mik az eredmények, mik az állások. 100 halombatta, ugye most a 29. fordulóban vagyunk, 9. helyen van, 10 győzelem, 5 döntetlen, és a Vecsésnek 10 győzelem, 9 döntetlen, 1 veresség. A játékosok közül pedig van a Károlyi Olivér és Móra Krisztián, akiket szeretnék kiemelni, mert fantasztikus játékosok, és meg fogják mutatni, hogy bizony tudnak gólt lőni. Ez nagyon jó lesz, és remélem ez az első élő bejelentkezésem nagyon szórakoztató lesz, mert ez a mérkőzés tutira jó, és remélhetőleg rengeteg gól lesz. 100 halombattán már évekkel ezelőtt jártam, és akkor is felemelő volt, részt vettem a Summerfesten, a helyi rendezvényeken, és itt szeretném kiemelni a polgármestert, aki megindította azt, hogy ez a sportélet zengő módon fürödjön a jóban, a minden fejlesztés. Ahogy ide értem, 100 halombattára építik, felújítják a város vasútállomást, és fantasztikus, hogy micsoda fejlesztések folynak ebben a városban, az iparvárosban. Tehát Vezér Mihály a polgármester nagyon nyomatja. Itt a mérkőzés hamarosan a focipályán elkezdődik, alig negyed óra múlva, és mindenki fantasztikus hangulatban van, gyűlnek a nézők, a szurkolók, és mindenki várja azt, hogy elérkezzen az a mérkőzés, amely győzelemmel fog véget érni, és a végén remélhetőleg olyan videóval tudok érkezni, hogy hány gólt lőtt 100 halombatta LK a Vecsés ellen, és reméljük, hogy nem 1-0-ra, nem 2-0-ra, legalább 3-0-ra. Egy pici gólt lőhet Vecsés is, egy kis szépítőt, becsület gólt, de nem baj, itt 100 halombatta hazai pályán meg fogja mutatni azt, hogy fantasztikusan jól játszanak a fiúk, és hajrá Batta! Nagyon jó, hogy most megmutathatják a fiúk azt a tehetséget, ami itt a futballban, a magyar futballban kiemelkedő. Itt nincs szégyenkezni való. Itt mindenki szuperül sportol felkészült, az edzők, a trénerek, az elnökök, a vezetőség, az egész labdarúgó klub fantasztikusan dolgozik, megtesznek mindent a sikerért, hogy itt győzelem legyen a nézők örömére, hogy itt szurkolunk, az a szurkolás nem hiába való lesz, hanem győzelemmel fog véget érni, és a végén ünnepelni fogunk jogosan, sörrel, pizzával, jó humorral ezt a győzelmet. Remélhetőleg annyira biztosak vagyunk benne, ide jön Vecsés, ott náluk 1-0. De most itt egy óriási kérdőjel, mennyi lesz az eredmény, hány pont lesz, hanyadik lesz 100 halombatta, szóval az a 9. hely, szóval meg kell előzni mindenkit, feljebb kell jönni, utána a nagykörös ellen június elején, elsőjén vagy másodikán, nézzetek utána az interneten, ott aztán teljesen pont lesz a mondat végén, 100 halombatta elmondhatja, igenis, megérdemelten elverte Vecsést, és nagykörös ellen is nyerni fognak. Ez nem kérdés. Itt a gyönyörű szép pálya, 100 halombattán. Ezt nézzétek, mert ne azt lássátok, állandóan vereség, 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 mert a YouTube-on csak erre találtunk rá. Most győzelmet tudok mutatni az én csatornámon, itt, amikor még el se kezdődött a mérkőzés, de izgatottan várjuk, hogy mi lesz az eredmény. Fantasztikus eredményre számítunk, nem akarunk hiába szurkolni, nem hiába fizettük ki
az 500 forintot, itt a jegy, emberek! Hát ezért ne jöjjön ki az ember, ezért kis pénzért győzelemért jöttünk szurkolni, hogy örömmel tudjunk hazamenni, a végén meg örömmel tudjak beszámolni arról, hogy ez egy fantasztikus mérkőzés volt. Izguljatok velünk, mert itt csalódás nem érhet senkit. Fantasztikus. Szóval olyan nevek, mint Móra Krisztián, szóval meg Károly Gabi, meg Olivier, meg Benderaci, hátvéd, új csatár. Ezek olyan nevek itt Százhalombattán, hogy fantasztikus, hát leültök tőlük. Nagyon jól játszanak, láttam őket Vecsésen is játszani. Fantasztikus, egy potyagon. Mindent megtettek azért, hogy győzzenek. És eljátszottak, és izgulva vártuk, hogy mi lesz a végeredmény. Nem akartuk elhinni. 1-0 ez ellen a Vecsés ellen. Hát ilyen nincs. Hát ilyen Vecsés ellen nem. Szóval itt csak a győzelem. Csak a győzelem. Más nincs. Ezért szurkolunk. És az eredmények, néztük, hogy milyen eredmények voltak. És új edző, új struktúra, új elképzelés. A játékosok megmozgatják magukat, tesznek azért, hogy itt minden jól működjön ebben a csapatban. Az összjáték, a hangulat, hogy tényleg győzelemre vigyék Százhalombattát. És jövőre már elmondhatjuk, hogy annyira felfejlődik a csapat, hogy hihetetlen mérkőzéseket fognak játszani, a múlt teljesen törlődik Százhalombatta sport életében, és mennek előre, 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 mennek, és győzelmet győzelemre fognak halmozni. Néha becsúszhat egy-két döntetlen, de egy-két vereség is becsúszhat, viszont a javarésze a mérkőzéseiknek, Battának, Százhalombattán, vagy idegenben, akárhova mennek, Maglódra, Szecsőre, Nagykőrösre, elhozzák azokat a pontokat, mert ezek a pontok számítanak. Nagyon fontosak ezek a pontok, hisz a cél a kupa, cél a győzelem, cél az, hogy minden szurkoló izgulva szorítson, és itt izgulok én is, és annyira szorítunk ennek a csapatnak, hogy hihetetlen. Ennél nagyobb érzést nem is éreztem. Fantasztikus. Teszik a dolgokat a srácok, izgulunk értük, és ennél lelkesítőbb nincs. Ide jössz, és végig izgulod a mérkőzést. Ha nem is érsz rá, nem tudsz kijönni ide Százhalombattára a pályára, hogy élőben megnézd, de ezt a beszámolót végignézheted, mert ez fantasztikus, ez a mérkőzés nagyon jó. És ígérem, mindannyian szorítunk, és ezt a győzelmet már Batta, még el se kezdődött a mérkőzés, de már itt zsebbelheti befelé. Százhalombatta! Tudjátok, ennél jobb érzés nincs. És nem az adatok fontosak, hanem a tények, amelyek most fognak eldőlni. És bízunk benne, hogy ez nem kérdés. Ennél nagyobb lehetőség már nincs Százhalombatta életében. Szóval itt élőben végignézve, hogy hamarosan pályára lép a két csapat. Nézzük a csapatokat. Készülnek. Hamarosan elkezdődik. És minden eldől. Elkészült játékosokról van szó. Ez nem kérdés. Hamarosan labdába rúgnak. Kezdőrúgás lesz. Igen, szóval ezt nem szabad kihagyni, és nem is hagytuk ki, ezért vagyunk itt bejelentkezve, élőben, videóban, YouTube-on, Százhalombattán. Én itt Gulyás András, elmondom, ez a mérkőzés, ami legnagyobb izgalommal tölt el. Mi lesz az eredmény, és a győzelem lesz, ez nem kérdés. Ezt meg is tudtam volna fogadni. Megtettem volna jó nagy tétet, aztán zsebelem a nagy lóvét. Szóval hamarosan elkezdődik. Már a srácok hamarosan a pályára lépnek. És
Aha, már felvonulnak. Nagyon jó. Hamarosan kezdőrúgás. Nézzétek. Most nagyon fittek. A bottajakon látszódik, hogy velük van az erő. Hát itt becsésnek nincs. Nincs esélye. Itt ezt már most pályára se kellett volna lépniük. Itt föl kell írni. 4-0. 100 halombottának. És ennyi. Nézzétek. Viktor, gyere már. Minek, ha meleg van. Hamarosan kezdünk. Kezdőrúgás. Aha. Belefújnak a síba. És essék. Gyerekek. Aha. Milyen jó. Üdvözlik egymást a játékosok, ott vannak a játékvezetők, kapusok, fantasztikus játékosok mind, ez nem kérdés, hogy itt győzelem lesz, és elkezdődik, és a meccs után megint jelentkezünk. Sziasztok! 11.